Köszöntöm Önöket, Lipcsei Kolini Bori vagyok. Erzsébet város magazin műsorát látják. Minden szerdán este 9 óra 15 perckor jelentkezünk, majd szerdán éjszaka megismételjük adásunkat. Ha mégis lemaradtak volna, szombaton és vasárnap újra nézhetik műsorunkat. Az elektromos autó a közlekedés jövője. Környezetbarát és olcsó. A 7. kerület elsőként alkalmazza az elektromos kisbuszokat személyszállításra. Ezzel sok pénzt spórolnak meg, amit aztán másra tudnak fordítani, természetesen a kerület egyéb dolgaira. A teljes mértékben önkormányzati tulajdonban lévő társaság ingyenes segítséget nyújt rászorulók részére, hogy könnyebben eljussanak Erzsébetváros különböző pontjaira. A szolgáltatást igénybe vehetik elsősorban olyan a kerületben élő, mozgásukban korlátozott személyek, idősek, kismamák, családok és gyerekek. A 7. kerületi önkormányzat ezt a szolgáltatást azért hozta létre, hogy segítse a rászorulókat eljutni egészségügyi intézményekbe, elintézni a nagy bevásárlást vagy hivatali ügyintézéshez eljutni az adott helyszínre. A szállítást munkanapokon 8 és 16 óra között igényelhetik telefonon vagy e-mailben, de személyesen is van lehetőség, hogy a kerületben élő rászorulók kérjék ezt a szolgáltatást. A 2017 májusa óta elérhető szállítást az önkormányzat két darab teljes mértékben elektromos hajtással rendelkező Nissan Evalia típusú gépkocsival biztosítja, amely 7 személyes, tehát a sofőrön kívül 6 utas szállítására alkalmas. A szolgáltatás autói teljesen környezetbarát technológiával működnek, hiszen károsanyag kibocsátások nulla, így nem szennyezik az egyébként is megterhelt belvárosi levegőt. Ráadásul az autók szinte zajtalanul suhannak a kerület utcáin. 90 év. Magyarországon 2009 óta minden 90. életévét betöltő idős ember juttatásban részesül. Így van ez a kerületben is. Manyi nénit köszöntötte az önkormányzat. A 7. kerületi önkormányzat képviseletében dr. Bajkai István alpolgármester úr köszöntötte a 90 éves Manyi nénit. Örülök, hogy itt vagyok. Hoztunk tortát, egy virágot is hoztunk. Remélem, hogy tetszeni fog, és Isten éltesse sokáig, 90 éves születésnapja alkalmából. Remélem, hogy tetszik ez a virág, ezt igyekeztünk a legszebbek közül kiválasztani. Ma köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából Rozi nénit. Hála Istennek ilyen szép kort élt meg, két gyermekkel és két unokával, úgymond ajándékozta meg ezt az országot, ezt a világot. Hála Istennek itt ebben az intézményben kitűnő ellátásban a része, és nekünk minden kormányzatnak az a kötelességünk, hogy megemlékezzünk a szép korúakkor, és tiszteletünket fejezzük ki. 2009 óta minden 90. életévet betöltött szépkorú személyt a kerületi önkormányzat képviseletében felköszöntik és juttatásban részesítik. Manyi néninek az otthon lakói és az ápolók körében kívántak boldog születésnapot. Majd az alpolgármester úr átadta neki az őt megillető 90 ezer forint juttatást jó kívánságai kíséretében. Manyi néni meghatottan fogadta a tortát, amit énekszó kíséretében adtak át az idős hölgynek. A kerületben élő idősek először 90. életévük betöltésekor részesülnek a köszöntésben és a juttatásban. Ezt követően 5 évente újra egy írásos megkeresést követően az önkormányzat képviselője ellátogat a kerületben élő szépkorú személyekhez. Ezt az illető visszautasíthatja, de ki tudna ellenállni ennek a kedves gesztusnak? Roth Miksa üvegfestő és mozaik művész a 7. kerület Nefelejts utca 26-os számú házban működtette műtermét. Üvegmozaik készítésével is foglalkozott, amit művészi szintre emelt munkáival. Ezeket számos hazai, illetve nemzetközi díjjal jutalmaztak. Rengeteg középületet díszítenek művei, most állandó kiállítás nyílt egykori műhelyében. Az állandó kiállítás egyfajta tisztelgés az 1865-ben született Roth Miksa emléke előtt és a képzőművész alkotásait, korszakait mutatja be. Az emlékházat Erzsébetváros önkormányzata tartja fenn. A földszinten időszaki kiállítótermet alakítottak ki, emellett egy kis foglalkoztató szobát is a korabeli hangulatú bútorokkal berendezett Roth szalont. Az egykori lakóház pedig rövid idő alatt Budapest egyik kedvelt kiállító helyévé vált. Napi 50-60 látogató keresi fel a kiállítást, ami ilyen kis múzeum esetében igazán figyelemre méltó. Koncerteket, különleges hangulatú zenés eseményeket, felolvasásokat rendeznek az igazán patinás környezetben. A különleges hangulatú korabeli bútorokkal berendezett lakásmúzeum a filmesek körében is közkedvelt.
Gyakran fordulnak meg falai között hazai és külföldi filmes tábok, hiszen a kor autentikus berendezési tárgyai vonzzák a hasonló helyszíneket kereső produkciókat. Az emlékház első emeletén három szoba Roth Miksa bútoraival, alkotásaival és ajándékba kapott, illetve általa vásárolt korabeli műtárgyakkal berendezett. A kiállítás keretében bemutatott minden emléktárgy a Roth lakás részét képezte, némelyik bútor azonban eredetileg a földszinten volt, ahol az időszaki kiállítások számára alakítottak ki területet. Mivel a történelem viharai miatt Budapesten máshol nem maradt fent változatlan formájában 20. század elejé középosztálybeli lakásbelső, e kiállítás egyedülálló mind Budapesten, mind pedig egész Magyarországon. Ahol most vagyunk, az Roth Miksa üvegfestő és mozaik művésznek a lakása Budapesten, a 7. kerület Nefelejts utca 26-ban. Ez most egy kis múzeum, 1995 óta. De hát beszéljünk Roth Miksáról és az ő családjáról. Roth Miksa, ahogy mondtam, üvegfestő és mozaik művész volt, a család generációkon keresztül üvegfestészettel foglalkozott. Az apja is, Roth Zsigmond, sőt a nagypapa is, Roth Sámuel, aki a mai Borsodabaui Zemplén megyei Szendrőn élt, és azt már tudjuk, hogy 1830-ban üvegfestő volt. A család anyai és apai ágon zsidó család volt. De hogyha megnézzük az 1800-as évek elejét, akkor az üvegesek között a zsidók jelentősebb számban voltak, mint mondjuk egyébként. Mi lehetett ennek az oka? Hát többek között az, hogy Mária Terézia bővítette azt a taxatív felsorolást, azt a listát, amelyik a zsidó vallásúak által művelhető tevékenységek körét szabta meg, akkor bekerült ebbe az üvegesség is, és vélhetőleg Miksának a nagyapja ez alapján kezdett üvegesként dolgozni. Ahogy mondtam, az 1830-as években 1840-ig, tehát 10 évig Szendrőn dolgozott, majd följött Pestre, mert onnantól fogva 39-től lehetett szabadon költözködni. 1896-ban egy hatalmas, élete végéig lángoló szerelembe esett Valla Józsefával, ez kölcsönös volt, aki katolikus volt, ezért Roth Miksa az esküvő előtt katolizált, és innentől fogva nem nagyon kapott megrendelést zsinagógákba, mert zsinagógába készítetett üvegfestményt zsidó vallású vagy nem zsidó vallású, de a zsidó vallását ott hagyó üveges mester csak a legritkább esetekben. De ő Valla Józsefa, akinek az apja egy Magyarországra bevándorló, mai szóval azt mondanánk, hogy migráns, akit akkor sok szeretettel fogadtak, és aki hihetetlenül sokat tett azért, hogy az ország felvirágozzon. Egy időben Budapesten virilista volt, ez azt jelenti, hogy a legnagyobb adózók között volt a papa, ugyanis neki egy cement és padlólap gyára, valamint építő üzeme volt, és rendkívül komoly munkákat végeztek. Az ő lánya volt Josephine, akivel Roth Miksa hallatlanul boldog házasságban élt haláláig 1944-ig. Roth Miksa 44-ben halt meg, azonban nagyon zavarba jövök, ha megkérdezik, hogy ő a vészkorszak áldozata volt-e. Azért jövök zavarba, mert mind a kettőre lehet, mind a két szóval az igennel is és a nemmel is lehet válaszolni. Ugyanis ő ekkor már 79 éves volt, és beteg volt 1944-ben, csontrákja volt, viszont még élt, és erős volt, és noha már nem volt hajlandó sárga csillaggal kimenni az utcára, de még ereje teljében volt. Egyetlen egy napig.
amelyik napon megtudta, hogy a legeslegkedvesebb unokaöccse nővérének fia Elek Artúr, aki többek között a Nyugat című folyóiratnak volt a szerkesztője az első számtól az utolsóig, 57 éves korában behívót kapott munkaszolgálatra. Már eleve a kor miatt ezt nem lehetett volna megtenni, ráadásul Artúr kicsi kora óta nagyon-nagyon erősen sántított, tehát kit érdekelt ez Magyarországon a vészkorszak idején? Hát Elek Artúrt igen, aki a bevonulás előtti éjszaka öngyilkosságot követett el. Amikor ezt Miksa megtudta, akkor pszichikailag összeomlott, onnantól fogva gyakorlatilag nem evett, nem ivott, nem beszélt, az ágyból is éppen hogy csak kikelt, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy föladta az életet. És így halt meg 1944 nyarán. Így nem kellett azt megérnie, hogy itt az utcában a többi zsidót, a nyilasok összeszedték és levitték a Dunapartra. Így megtette Magyarországnak azt a szívességet, hogy ő még természetes halállal halt meg, és nem kell azért szégyenkezni ennek az országnak, amit a többi ezrekkel, vagy akár Richter Gedeonnal tettek meg. Ezért aztán Rót Miksa történetéről évtizedekig nem szóltak egy szót se arról, hogy ő neki bármi köze lett volna a zsidósághoz. Sőt, mi több, volt egy művészettörténész, aki a Iparművészeti Múzeumnak is igazgatója volt egy ideig, aztán pedig a Népszabadság lapnak volt a lapigazgatója, aki miután én közé tettem Miksának, meg az egész családnak a születési dokumentumait, azután írásban közölte velem, hogy ez hülyeség, ő mást hallott, ő azt hallotta, hogy Rót Miksa nem is zsidó. Lehet, hogy ő ezt hallotta, de hogy ez a születési anyakönyvi kivonatokat, a vallási papírokat és minden egyebet miért cáfolna, azt nem tudom. Ennek ellenére abba a labba többször álrokonokat írtak Rót Miksának. De vannak-e leszármazottak? Sajnos már nincsenek. A három gyerekének összesen egyetlen egy gyermeke született, egy fiúk, Zoltán, aki 56-ban kiment Amerikába, ott is család nélkül halt meg néhány évvel ezelőtt. Ezért a Rót Miksa ága mostanra teljesen megszakadt, és nincsenek már leszármazottai, de hát a művei legalább itt vannak még velünk, és bízunk benne, hogy nagyon sokáig így lesz. Zaj, kosz. Az éjszakai élet elmaradhatatlan velejárói, de ezeknek nem csak negatív hatásai vannak, hiszen az ide látogató, bulizni vágyó fiatalok többletbevételt jelentenek a városrésznek. Vajon a buli negyed milyen hatással van a kerületre? A Klauzálpiac megújításáról, a szegények, a hajléktalanok helyzetéről készített interjút dr. Bajkai István alpolgármesterrel, Brajer Péter. Polgármester úr, először is használjuk ki, hogy önnek jogi végzettsége is van, de általában ezt mindenki tudja. Annak idején már az ókorban azon vitatkoztak, és arra a megállapításra jutottak, hogy a pénznek nincsen szaga. Napjainkban London után az egész világ a világörökség buffering zónája, mint Budapest és Budapest 7. kerülete is, tele van romkocsmákkal. Vannak, akik ezt szeretik, van, akik ezt nem szeretik. Viszont akkor nézzük ezt, hogy mit is jelent ez a 7. kerületnek anyagi bevételt, és mi mindent tudnak ebből a pénzből csinálni. Ez lenne mai beszélgetésünk első témája. Köszönöm szépen a meghívást. Hát valóban a 7. kerület, bár a romnegyed vagy romkocsma kifejezés, most már egyenkább fölváltja egy modernebb kifejezés, a buli negyed, vagy szórakozó negyed. Akár hívhatjuk Szohónak is. Igen, Budapest Szohója a 7. kerületben. Igen, ez egyfajta részben történelmi örökség a mostani önkormányzat számára. Itt valóban egy hihetetlen fejlődés következett be az elmúlt 10-15 évben. Részben azt is mondhatnánk, hogy a 7. kerületnek a buli negyede az egész Budapest életét úgymond befolyásolja, és egész Budapestet valahol egy színes foltként is jellemzi. Természetesen annak minden terhével, mert az ott lakók számára ez fokozott zaj, rezgés, por,
elnézést, piszók adott esetben, és hát egyéb kellemetlen mellékhatásokkal is jár. A másik oldalon az önkormányzat az majdnem 1 milliárd forintnyi többletbevételhez jut, mindazok által, akik itt vállalkoznak, fogyasztanak. Gondolom, ezt az 1 milliárd forintot önök nem hazaviszik a táskájukban, hanem ráköltik a kerületre. Igen, ebből tudtuk megvalósítani azokat a fejlesztéseket, amelyek látványosak. Nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy a 7. kerület ma az egyik legdinamikusabban, hanem a legdinamikusabban fejlődő fővárosi kerület. Az útjaink újulnak meg, az óvodáink, az iskoláink, az iskolák számára nyitott támogatások, hiszen mondjuk a fenntartók most már, vagy éppen az orvosi rendelőink, vagy a, mindazok a fejlesztések. Vagy éppen a templomaik, vagy zsinagógáik. Igen, igen, mindegyik számára igyekszünk fejlesztést nyújtani, így a rendőrség számára. Most éppen azon dolgozunk, hogy a rendőrség számára nem csak a többlet munkaidőt fizetjük ki, amely a Buli negyedre esik, vagy kamerarendszert szereltünk fel a teljes kerületbe, több mint 180 kamerával, vagy ennek a központja is egy világszínvonalú figyelőközpont, több ezer esetet derített föl. Ez a műveleti központ, sokan nem tudják, de a Terész körúti robbantás sajnálatos esemény volt, annak a felderítésében a 7. kerületi kamerák és szolgáltatók. Ezzel azt akarja mondani, hogy tulajdonképpen a 7. kerület biztonsága is nagy léptekben fejlődött, azért, mert vannak romkocsmák, vagy ahogy ön hívja, a Buli negyed, mert van erre pénz? Nyilvánvalóan a statisztikai adatok azok a döntőek. Ebben a vonatkozásban azért az állapítható meg, hogy a turistaforgalom növekedése, az ezzel együtt megjelenő sajnálatos bűnözéssel együtt a kerületnek a biztonsági helyzete az nem romlott, sőt inkább javult. Természetesen minden egyes esetet külön kell adott esetben értékelni. Ilyen szempontból soha nem lehetünk elégedettek magunkkal, mi sem vagyunk azok. Na akkor nézzük. Londonban azóta szeretik a Sohót, amióta reggel 3-kor zajmentes elektronikus berendezésekkel pucolják a területet, locsolják, szinte felsikálják reggelre, kora hajnalban már az utakat. A kukák gyönyörű, tiszta állapotban vannak, és már kora hajnalban eltűnnek és visszakerülnek a kapuk alá. Mikor fogunk itt tartani? Belső Erzsébetvárosban, illetve az egész Erzsébetvárosban? Szerintem jó úton vagyunk, ahogy azt az előbb is elmondtam, nem vagyok és nem is lehetünk elégedettek. Belső Erzsébetváros jelentős részén napi kétszeri takarítást valósítunk, meg egyszer kézzel, egyszer gépi takarítást, és természetesen azon vagyunk, hogy még nagyobb tisztaságot érjünk el, mire a lakók felébrednek. Az elmúlt költségvetési időszak következtetéseit levonva, most idén több mint 100 millió forintos új gépbeszerzést döntöttük el, és egy új gép, részben megújult gépparkkal fogjuk végezni a kerületnek a takarítását. Hát ez is többek között a többletbevételekből volt lehetséges. Mi mindenre fordítják még ezt a többletbevételt, ha például említést tenne nekem az új piacról? A Klauzáltéri piac az mintegy 2,5 milliárd forintos beruházása volt az önkormányzatnak, ez teljes egészében saját erőből történt, tehát semmilyen forrást, külső forrást, hitelt vagy támogatást nem vettünk ehhez igénybe. Ez egy szerintem a kerület életét meghatározó új beruházás. Szeretnénk folytatni a Klauzáltérnek a megújítását, de ugyanilyen beruházásnak tekinthető a Csány utca 5 szám alatti zsidó emlékháznak a létesítése, ezt 600 millió forintot meghaladó kiadása volt az önkormányzatnak, és hasonló ütemben folytatjuk a felújításainkat, például az útfelújításainkat, az is majdnem 900 millió forintot emésztenek fel az útjainknak a felújítása csak 2017-ben. A 7. kerületnek a lakosai átlag életkora már meghaladja a 30 esztendőt. Az idősebbekért mit tudnak tenni? Hát egyrésztről hát igyekszik a szociális rendszerünket, vagy a szociális rendszerünket a lehető legbővebb módon és a leghatékonyabb módon támogatni. Az idősek részére nem csak az Erzsébet kártya kibocsátásával biztosítunk különböző kedvezményeket a vásárlások során, de ebből tudtuk például megvalósítani az elektromos taxiszolgáltatásunkat. 2-7 személyes elektromos taxi áll az idősek és nem csak az idősek számára rendelkezésre jött a kerületben, amit ingyen vehetnek igénybe a kerületben a rászorulók, mehetnek bevásárolni orvosi rendelőbe, vagy éppen egyéb problémáiknak a megoldására. Úgyhogy ez is ezekből a bevételekből történik, hasonlóképpen a társasházaknak a felújítási támogatása is. Országszerte hiányoznak a családorvosok, a gyermekorvosok. Mi a helyzet a 7. kerületben?
Ilyen szempontból a 7. kerület azt mondanám, hogy az országos átlag fölött van, orvos hiányra nem, arról nem tudnék beszámolni. Természetesen 7. kerületet is érinti, mint az egész országot, de nyugodtan fogalmazhat még az egész régiót, ahogy a nálunk gazdagabb vidékek vagy részek Európában elvonzák és elorozzák tőlünk a gondolkodókat, vagy a képzettebbeket, vagy nem csak a képzetteket, hanem a munkaerőt. Sajnos ez az egész régióra jellemző. Sokan nem tudják, ez nem csak Magyarország probléma, ez ugyanúgy problémája mondjuk Bulgáriának, Romániának, vagy éppen Szlovákiának is. Ez a gondolat természetesen mi is küzdünk, de ez azt gondolom, hogy nem speciálisan kerületi jelenség. Sokan azt hiszik, hogy csak télen van probléma a hontalanokkal, azokkal, akiknek nincs otthonuk, akik az utcára kerültek. Nyáron a probléma szerintem még fokozottabb, hisz meleg van, sokkal fontosabb a folyadékháztartásukról gondoskodni, fürdősi lehetőségekről. Milyen megoldást tud a 7. kerület az otthon nélkülieknek biztosítani? Hát részben mi is víz osztásával, illetve párakapuk létesítésével, ami nagy számban találhatóak a kerületben, ezeknek a létesítésével próbáljuk enyhíteni ezeket a gondokat. Emellett támogatjuk, és most éppen két olyan helyszínnek a bejárása is folyamatban van, ahol az arra rászorulók tudnak ételhez jutni. Két, nem szeretném őket nevesíteni, két olyan alapítvány is tevékenykedik a kerületben, amely kifejezetten az arra rászorulókról gondoskodik. Most éppen egy ilyen új helyszínnek a keresését végezzük, és remélhetőleg ők is sokat, hogy mondjam, enyhítenek ezek a gondokon. Természetesen tudjuk, hogy ez a feladattal sem lehet sohasem valójában elégedettek, nem lehetünk ennek a feladatnak az elvégzésével elégedettek, de azt gondolom, hogy két kvázi mini központ létesítésével ezeket a gondokat tudjuk enyhíteni. Itt van a nyár, és a gyerekek nem járnak iskolába. Országos közleményt adtak ki, hogy a rászorulók a kerületi jegyzőhöz kell, hogy forduljanak. Tud valami számot mondani, körülbelül számot, hányan fordultak a kerület jegyzőjéhez, hány gyereknek az élelmezéséről kell a nyári szünetben gondoskodjanak? Pontos számokat nem tudnék mondani erről a kérdésben, hogy nem vagyok teljesen felkészült, vagy napra kész, de úgy gondolom, hogy 100 fő alatti létszámról van szó a jegyzőhivatalból kapott információ szerint. Egyébként a 7. kerület az rendkívül gazdag napközi táborprogram szervezésében, kulturális programok szervezésében, egész olcsón, hát már amennyire olcsóságról lehet beszélni, van olyan programunk, egészetes napközi tábor épít az erőműházban, ami egy heti 11 ezer forintos díj befizetése mellett, teljes ellátás mellett gondoskodik egy hétre a gyermekekről. Tehát ez is nem beszélve a balatoni programokról. De alpolgármester úr, az, aki nem tudja a gyerekének biztosítani a háromszori étkezést, annak biztos nincs 11 ezer forintja sem. Így van, ezt csak a napközi táborra értettem, de emellett a segélyezésünk az egész széles körű, tehát ezt nem arra az esetkörre céloztam, és nem arra szerettem volna utalni. Természetesen vannak a szociálisan rászorultaknak az esete, azt külön kell kezelni ettől, és ebben is például rendkívül magas támogatásokat biztosítunk. Több mint 200 millió forintos keretünk áll el rendelkezésre. Az elmúlt percekben dr. Bajkai István 7. kerület alpolgármesterét láttak és hallották. Köszönöm, hogy rendelkezésünk állt, és mi hamarabb visszavárjuk. Köszönöm. Jövő héten találkozunk ugyanebben az időben. Ne feledjék, ha lemaradnának műsorunkról, akkor azt a hétvégén megismételjük. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!